Ferenc néphátra. Ő engedi elé! Vége a találkozónak! Bajnok a törment, kedves nézőink! Ezek után, hogy 9-1 a playoffban, azt hiszem, nincs miről beszélni. Szervusztok, szervusztok, ez itt a Rábaszket Podcast 20. adása, és folytatjuk tovább a aktuális mérkőzések és történések megbeszélését Tomival. Hello, Tomi, újra! Szia, Gyuri, sziasztok! Ugye ott hagytuk abba múltkor, hogy két csodálatos 100 pont fölötti dobott ponttal elért nagy fajsúlyú győzelem Egerszegen és a Fehérvár ellen. És ugye következett a relatív könnyebb feladatnak tűnő Honvéd, de ez a mostani bajnokságban minden csak relatíve könnyebbnek tűnik, mert igencsak nagy a tolongás a Falkó alatti szekciókban. De előtte változások történtek. Mégpedig ugye az eredetileg egy hónapos Vasics szerződés az automatikusan, vagy nem automatikusan, hanem meghosszabbodott a három mérkőzés alapján a szezon végéig, illetve Szilla barátunkat már nem láthatjuk újra, nagyon remélem, hogy soha többet, Körmend mezben, és egy Konaté nevű center érkezik a helyére, azért csak érkezik, mert ugye azóta volt két mérkőzés, de egyiken sem tudott pályára lépni, és ugye ez több kérdést is felvet, legalábbis egy nagyon fontosat, igen, hogy úgy tűnik továbbra is, mert már elméletileg beszéltünk 2 vagy 3 ezelőtt, hogy valakinek mennie kell a légiósaink közül. Igen, hát viszont ugye most már letett az a 2-3 hét, amit még ott a legutóbbi Hook info kapcsán hallottunk, és hát ezt képest nem látjuk Hookot egyáltalán. Így azért valószínűsíthető most már szerintem, hogy ő lesz az, aki távozni fog, hogy hát az milyen feltételek mellett, meg hogy hova, hát az lehet, hogy mire kikerül ez az adás, arra már tudni fogjuk, de azt gondolom, hogy most már szemben a legutóbb, amikor még csak találgattunk erről, hogy akkor hogyan lenne, szerintem ez most már eldöntött, hogy akkor a Vasics, Morgan, Jogo, Tolbert, Konaté ötös lesz az, akik akikkel a tavaszi hadjáratunkat majd lefolytatjuk. Szerintem ezen már nem hiszem, hogy ebben már lesz változás. Nem tudok ennek ellen mondani, és úgy gondolom, hogy itt már Cook akármilyen állapotban is van, nem hiszem, hogy erőltetve lesz a részünkről. Hát illetve a másik, igen, tehát hogy abban a helyzetben vagyunk most Vasics játékát látva, hogy meg nyilván akkor a többiekét, akiket már láttunk, hogy nem is nagyon hiányzik a jelenlegi helyzetben, és ezt nem csak azért mondom, mert most nyertünk meccseket, hanem úgy egyébként is azt gondolom, hogy ebből a keretből, ebből a játékból, amit most játszunk, jelenleg nem is hiányzik, szerintem ez az én véleményem. Annak ellenére, hogy azért elmondtam többször, hogy egyébként több meccsen a szezon elején akár jóval jobban teljesített ahhoz képest, amit én augusztusban vagy szeptemberben vártam tőle előre. Igen. Igen,
Ennek ellenére valóban, mintha egy más kávéház lenne, a más ezzel a megváltozott hátvéd sorra. És erre a Honvéd is készült, azért, mert azért a meccs elején, hát hogy mondjam, kicsit a szabályosságon néha túlmenő eszközökkel is ugye próbálták Pasicsot levédeni, de szerencsére volt nekünk egy Takács Kristófunk itt is az első negyedben, ha minden az 9 pontot nyomott az első negyedben a fiú, és meg nem tudták ezt az intenzív védekezést azért túl sokáig tartani Basicson, illetve ugye ha valami hozadéka volt ennek a nehéz időszaknak, azt én azt látom, hogy ha Basicsot levédik, akkor itt Morgan mintha egy kicsit magabiztosabban mozogna irányítóként. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ugye nyilván az alternatíva az, hogy akkor ő hozza fel a labdát, és ez most nem olyan égetően rossz, mint korábban, ahogy kinézett néha. Bizony, ugye azt mennyivel másabb, hogy te vagy a csapatnak az egyetlen irányítója, miközben nem az az eredeti posztod, és rajtad van ennek minden terhe, vagy az, hogy oké, most a meccs bizonyos igen szakaszában te irányítasz. Ez két különböző történet. Ugye azért ne felejtsük el, hogy a Basicson kívül, hogy ugye most már van doktor is, ezen a meccsen is ugye 11 percet játszott. Igen. Tehát, hogy az egy teljesen más történet. Játékosok, én azt gondolom, hogy az olyan típusú játékos, mint Morgan, aki több poszton bevethető, meg azért ő már rutinos is, szerintem még szeretik is a játékban, ha van valami fajta változatosság a saját szerepkörükben, úgyhogy valóban én is azt gondolom, hogy ez benne van. Még akár azt is lehet mondani, hogy meg akarja talán kicsit mutatni magának is, edzőnek is, csapattársaknak is, hogy azért én is tudok ám passzolni, és amikor még nem volt itt a Basics, akkor nekem is volt 12 gólpasszos meccsem, tehát még ez is benne van, de azt gondolom, hogy ezzel nincs is igazából probléma, és remélem, hogy nem is lesz a szezon hátralévő részében. Ez így valóban jól néz ki. Hát a Honvéd agresszív védekezése, tehát ugye utólag Tatu egyébként forszerűen megdicsérte, és nem tért ki arra, hogy azért a szurkolók egy része azért hát máshogy is látta a Honvéd védekezését. Az orvavágást elég nehéz máshogy látni, tehát hogy... Igen, hát meg itt a végén tolvert sérülése, azt azért a utólag kikerült fényképek, illetve videófelvételek alapján azt nehéz nem kirívó sportszerűtlenségnek nevezni, és hát azért bár úgy tűnik, hogy nem szezon végét jelentő sérülésről van szó, és remélhetőleg márciusban már újra játszik, azért ezt rossz volt látni, és hát nem hiszem, hogy egyedül vagyok azzal, hogy az embernek eszébe jut például událás esete, amit illetve ahol azért ott Horthy Bálintnak nem vagyok teljesen biztos a mai napig benne, hogy ott egy teljesen véletlen szerepe volt abban a sérülésben. Hát itt meg aztán Brownnak meg a felvételek alapján teljesen egyértelmű, hogy itt azért felugró játékos kezére rámarkolni és visszahúzni az a legsúlyosabb kirívó sportszerűtlenségek közé tartozik, hiszen azzal gyakorlatilag egyértelműen kibillented az egyensúlyából, és kontrollálatlanul fog talajt érni. Ugye kézilabdában is a felugró játékos ellen elkövetett szabálytalanságokat büntetik a legsúlyosabban, nem véletlenül, mert egész egyszerűen az ilyen bokasérülések többség az ilyenekből alakul ki. Úgyhogy hát azok nagyon nem voltak szép dolgok, viszont az a része, hogy egyébként agresszíven védekeznek, közel vannak a
a támadóhoz, benne vannak az arcában, amíg az nem lépi át a sportszerűtlenség határait, addig viszont az kétségtelenül, hogy ez egy nagyon eredményes dolog, és azt gondolom, hogy azt azért örömmel látják az edzők, hogyha a saját csapatnál ez működik. Látszik is, hogy azért a Honvéd több csapatot mostanában meg tudott állítani, kevés ponton tartani, tehát tud ez működni, csak azt a részét nem jól látni, igen, amikor ez ilyen orvavágással, meg kis túlzással, föltözvágással jár, mert lehet agresszíven védekezni, úgyhogy közben egyáltalán nem léped át a sportszerűség határát. Igen, és beszéljünk szerintem még erről, mert szerintem a meccs sajnos kiemelkedő eseménye ez, hogy ugye Tolbert megsérült. Nyilván innen is jobbulást kívánunk neki, és hát ugye az első hírek arról szólnak, hogy nem tört meg repet semmi, ugye aztán a Tatu elmondta, hogy amúgy ez egy több hetes sérülés szerinte, de hogy a Szégy az nagyon, nagyon kemény, tökös gyerek, és hogy rendelkezésre fog állni a válogatott szünet után már, hát én nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy nem derül ki más, mert nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, bár párszor már megpróbáltuk, hogy ez a fickó, ez mintha tényleg egy homokkal befújt gyémántot találtunk volna, amiről csak le kell fújni a homokot. Egészen elképesztő szerepe van az idei eredményességünkben, az idei teljesítményünkben, az idei támadójátékunkban és lepattanózásunkban, úgyhogy hát nekem egy kicsit azért kihagyott a szívverésem, hát persze. Amikor ezt láttam, és tényleg csak szurkolni tudok, hogy valóban talán ebből a szempontból jókor jön most ez a szünet, hogy fel tud épülni, és ugyanúgy tud visszatérni, ahogy előtte. Mert nagyon-nagyon kell. Az biztos. Tehát elképeszt. Tényleg az, hogy újoncként ilyen, hát megénekeltük már párszor, de hát nem tudunk akármilyen pozitív jelzőt mondunk rá, az nem túlzás. Tehát elképesztően nagyot fogtunk vele. Ilyet nem is, de kívánom az edzőinknek, hogy idén-nyáron is majd belefogjunk egy hasonlóba, de hát ez azért a realitás az, hogy ezt sok évente lehet ilyet, ha egyáltalán. Úgyhogy remélhetőleg tavasszal még élvezhetjük a játékát, és lehetőleg minden meccsen. Igen, mert maga a meccs az kevésbé, a folyása szerintem az kevésbé volt annyira izgalmas, ugye azért vezettünk. Egy nem jó dolog azért látszódott, hogy egyrészt néha elvesztünk a szépségben, főleg ott a második negyedben voltak olyan megoldások, meg passzok, amik már kicsit túlzott magabiztosságra utaltak. De ami igazán engem jobban zavart, hogy, és ezt beszéltük is ugye közben, hogy ha simán befejeztük volna plusz 20-nál a meccset, akkor valószínűleg ez a sérülés sincs. Valamiért nem tudtuk lezárni a mérkőzést, és több szempontból jobb lett volna, hogyha ez így történik mégis. Igen, csak ugye tényleg azok a csapatok, akik nagyobb hangsúlyt helyeznek a védekezésre, és az idei bajnokságban, mint a feltűnően kevés ilyen csapat lenne, és a Honvéd az viszont ilyen, ott könnyen bejön az ütemtelenség. Tehát az, ami az Alba ellen, amit mondtam itt az előző etapban, adásban, hogy csak nagyon kis megtorpanásunk volt, de egyébként folyamatosan mentünk. Egy ilyen védelem ellen ezt 40 percen keresztül gyakorlatilag szerintem nem is lehet csinálni. Úgyhogy ezt még pár héttel korábban még a Falkó sem tudta Szombathelyen a Honvéd ellen. Tehát azt gondolom, hogy
ez így erre valamelyest lehetett számítani. Kicsit tartottam is a meccstől, ahhoz képest azért mondjuk ki, hogy biztosan kvázi simán hoztuk, úgyhogy nagyon nagyot léptünk vele, ezt húzzuk alá a 8 közé jutásért, hiszen azért a Honvéd egy gyűjtögette a győzelmeket, tehát ők is veszélyt jelenthettek ránk, de így, hogy legyőztük őket, és ugye ezáltal, és oda visszavertük őket, úgyhogy az egymás ellen az egyértelműen jobb nekünk, ami ugye akár, hogyha csak ketten vagyunk ugyanolyan mérleggel, de hogyha meg több szereplős miditabella van, akkor meg pláne nagyon jól jön, hogy van valaki, aki ellen kettőről van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ahhoz is kellett ez, hogy szinte bizonyosan a Honvéd mögöttünk maradjon majd az alapszakasz végén, és ezáltal azért nagyot nőjön annak az esélye, hogy ott legyünk a felsőházi rájátszásban. Így van. Látszódott, hogy nem is nagyon kellettek olyan őrült statok itt a győzelemhez, de én ismét megemlíteném Takács Kristóf 25 perc alatt elért 17 pontját. Szerintem én öröm nézni a fiatalembert a mostani mérkőzéseken. Hát bizony, bizony. Úgyhogy ez egy nagyon szép jövőt vetít előre, de sajnos keserédesen fejeztük be ezt a mérkőzést, és mindenkinek egy kicsit biztos benne volt a keserűség a szája ízében, mert akkor még nem lehetett tudni, hogy mi történt Tolberttel. Hát tényleg, ott bízott benne az ember azért, hogy meg azért nem a mentő vitte el, de akkor is azért a boka az boka, ott ugye szallag az azért, az, ha az a gond van, akkor azzal nagy gond van, de hát ugye ez nem úgy működik Tolbert esetében, hogy oké, még van hátra másfél hét az átigazási időszakban, akkor hozunk helyette valakit, és akkor megvan oldva. Tehát itt azért ez ennél tényleg. Nem is szabad. Nem is szabad, mert legalábbis én csalódott lettem volna. Úgyhogy hát ez van, nem éljük tényleg, hogy minél hamarabb számíthatunk rá. Így van, az hamar kiderült, hogy ugye ismét egy szerdai mérkőzés, ismét Szeged. Fura. Biztos. Igen. Biztos valami van a háttérben. De nem mindegy is. Mindegy is. Ugye az biztos volt, hogy Szégy nem lesz Szegeden. Reménykedtünk az új centerünkben, de mivel ő túl későn érkezett, és hát az eddigiekhez képest részletesebb információkat kaptunk az adminisztrációs nehézségekről, meg az ügyfélkapuról, meg az egyéb dolgokról, amik ilyenkor szükségesek, azt is tudni lehetett, hogy még ő sem fog szerdán pályára lépni. Úgyhogy most Durázinak főhetett a feje, hogy most akkor ő lesz ott főleg egyedül, benn adott esetben Dzsogóval, meg Fepuval megtámogatva a palánk alatt. Elég jól élt az alkalommal ismét. Hát egészen elképesztő teljesítményt nyújtott. Megint hozta azt, hogy ha jól viszi gyűrű közelébe a labdát, nagyon nagy százalékban azt szépen fölteszi. Most egy-két búrát kapott, de azon kívül, amit föl tudott tenni, az szerintem talán, ha egy kivételével mindegyikbe is ment, elképesztő ez a hatékonyság. És hát ráadásul azt nem tudom, hogy ez most edzői hiba volt-e, de hát ugye Lazicsot nagyon hamar kényszerpályára hozta azzal, hogy beütött két fajtot rajta Lék, és látszott, hogy Lék ezt a körmendet, de beleértve ezzel, hogy Durázi van
ötös poszton, ezt nem fogja tudni ő lábbal lekövetni. Aztán Lázics úgy döntött, hogy akkor 5 perc után már vissza se küldi, hát aztán így utol a persze lehet okoskodni, hogy akkor ebben ő lehet, hogy a szegediek edzője hibázott, mert ugye mi nyertük a meccset, de ki tudja, oda azért sok tényezős a történet, de hát tényleg Durázi előtt le a kalappal, ott a negyedik negyedben kért egy cserét, ha minden igaz, úgyhogy kapott is egy, szerintem egy ilyen bruttó 73 másodperc pihenőt, és akkor mehetett is vissza, de mert hát szükség volt rá, tényleg extra, óriási extra. Tudta ő azt nyilván előre, hogy mekkora szükség lesz arra, hogy ő jól játszani, az milyen mértékben fogja befolyásolni a meccs alakulását, de talán erre még ő sem gondolt, hogy ez ennyire jól fog sikerülni. Úgyhogy nagyon örülök neki. Ez nem akármilyen. Ez komoly munka volt, komoly teljesítmény volt, és hát nagyon-nagyon-nagyon jó volt látni a Durázi teljesítményét. Igen, 28 pont, ugye 11-ből 8 közeli, amit említettél, tehát azért az nem rossz arány, 11 per 17 mezőny, teljesen korrekt dolog. Ha még azt az 5 büntetőt, amit kihagyott, bedobta volna, ezt tudjuk hát jól, hogy volna, de azért a büntetőknél szerintem van relevanciája a volnának, mert az mégiscsak egy rögzített játékhelyzet. 30 pluszos meccse lehetett volna, de persze nyilván itt így sem kell egyáltalán szégyenkeznie, messze kiemelkedett a ponttermés a csapatunkból, és hát gyakorlatilag az egész mezőnyből is. Úgyhogy egészen elképesztő, ahogy élt a dologgal, hogy most ráhárul ez a magas ember szerű szerep. És én ehhez csatolnám, ezt is írtam neked közben, hogy azért ez engem meglepett, főleg egy Nikola Lazicstól, hogy tudni lehetett gyakorlatilag 4 napja, vagyis hát ha nem is pontosan 4 napja, de ha valakinek volt szeme, akkor azért láthatta, hogy a Tolbert nem biztos, hogy játszani fog szerdán. Nyilván a papíros dolog az akkor derült ki, amikor kiderült, de azért jó esélye lehetett arra készülni, hogy itt megint small ball-t fog játszani a körmend, és ehhez képest én nem nagyon láttam, hogy erre valami terve lett volna a Szegednek, hogy kihasználják akkor itt a magassági fölényt. Hát így van, amit mondtam, azon is ez látszik, hogy kezdette Lazics léket, és akkor 5 perc után 2 falta lekapta, ami akkor még azt mondom, 5 perc után 2 falra lekapni valakit, az még oké lenne, de vissza se küldte. Tehát viszont vele kezdetet, tehát ebből is látszik, hogy ő meccs közben alkalmazott a körmet, ez egy olyan dolog miatt, amit előre tudhatott. A másik dolog, hogy ez a szegedi védekezés, ez azért egész szezonban olyan, amilyen, tehát nem túl jó, inkább így ezt szerintem nyugodtan ki lehet mondani, hogy azért ezzel nekik problémáik vannak, támadásban voltak nagyon komoly extráik, tehát több olyan meccsük volt, hogy mindkét csapat 90 fölött dobott, ilyen meccsük volt például egyébként Székesfehérváron is, majdnem megverték az Albát pár hete idegenben, és akkor, de hát azt nyilván annak köszönheti, hogy olyan légiósaik vannak, meg Bogdár személyében szerintem magyar játékosként is, majd meg pláne Zsíros személyében, akik inkább, sokkal inkább támadásban erősek és hasznosak, mint védekezésben, de azt tényleg én is azt gondolom, hogy ezt hogy a alacsony szerkezet elleni védekezésre nem igazán volt igazság szerint ellenszerűk. Támadásban pedig azt azért lehetett gondolni, hogy azt nem fogják csinálni, tehát hogy
be fogják adni folyamatosan a magas embernek, hogy aztán az, és akkor izolálnak, és akkor nekünk be kell segíteni. Ezt azért lehetett gondolni, hogy akinek ilyen hátvédpárosa van, mint a Szeged, hogy ezt azért nem nagyon fogják csinálni. Viszont ha ezt nem csinálod, akkor meg nem vagy feltétlenül fizikai előnybe a pálya szinte semmelyik szegletén. Úgyhogy hát azért mondom néhányszor azt, hogy tényleg azért egy-kétszer sapkáztak, hát jó, nagy kaland, ja, de most azon kívül ennek úgy nagyon, nagyon jelen nem volt. Azt, hogy most 9-szer szedtek végül is több lepattanót, az megint csak azt gondolom, hogy igazság szerint az a ilyen centi különbségnél, hogy így mondjam, meg amúgy is azt, hogy náluk Vudrics is milyen jó szedi a lepattanót, tehát az a 9 is szerintem teljesen benne van, de tényleg én is azt gondolom, hogy erre a meccsre mi jobban fel voltunk készülve. Nyilván biztos az is segített, hogy Egerszegen ebből mi már megcsináltunk jól egy adagot. De ez tipikusan olyan játékstílus, vagy hogy mondjam, mérkőzés terv, ami a dupla vagy semmi kategória. Tehát, hogy ezt igen, még egyszer gyakorlatilag, hát most nem azt mondom, hogy ugyanolyan pontosan, de gyakorlatilag tök hasonlóan kivitelezni. Én teljesen le voltam döbbenve, hogy ezt már megcsináltuk egyszer, ez videókon elérhető, már ha elérhető, ezt meg lehet nézni, és megcsináljuk még egyszer. Tehát ez valami zseniális volt. Ez valami zseniális volt. Még akkor is, igen, hogy teljesen igazad van a Szeged védekezésével kapcsolatban. De azért nem hiszem, hogy teljesen csak az oka, hogy mondjuk a hátvédünk Morgan 9-re pattanót tud szedni egy ilyen meccsen, hogy a Takács Kristóf, aki nem a legmagasabb a mezőnyben, 4 támadó lepattanót tud szerezni, 4-et, az bizony azt is mutatja, hogy valóban felkészültünk, rettetesen felkészültünk erre a típusú játékra, és hál' Isten itt is nagyon komolyan bevált. Igen, itt azért azt tegyük hozzá, hogy itt már abszolút látszódott az, hogy mennyivel másabb lelkiállapotban van a csapat. Tehát igen, és, látszik, és ez a padon is látszik. Én a padon figyeltem igen meg mostanában, hogy nem volt ez nagy gond, de az utóbbi mérkőzéseken nagyon komoly csapat szellem látszódik a kis padon is, hogyha valami jól sül el. Igen, én azt gondolom, hogy most a játékosok egymással, edzők felé, oda-vissza, megvan a bizalom, megvannak most már a közös sikerélmények, azért az is húzzuk alá, és így lehet igazán jó csapatot építeni, azt gondolom. Itt ezek a játékosok, ha légiós, ha magyar, bizony olyanok, akik megteszik a dolgukat, megteszik a kemény munkát is, meg adott esetben bizony meghozzák a nem tudom, a szép megmozdulásokat is, tehát hogy megvan a kosárlabdához, ami kell, annak mint hogyha minden ilyen meg lenne a csapatnál, és hát ez természetes, hogy látszik a hangulaton, hogyha kevésbé vagy görcsös, azt lehet mondani, hogy fontos meccs volt, de itt azért mégsem az életünk múlt ezen a meccsen, úgymond, abból a szempontból, hogy most ha itt kikapunk, így, hogy magas ember nélkül, senki se veszi se az edző, se a játékosok fejét, érted? Igen, igen, lehet, igen, igen. De az, hogy van mögötted egy 3 meccs, ilyen helyzetben vagy, jó, hát próbáljuk hozni belőle, amit lehet, meglátjuk, hogy lesz, és tényleg lejött az egész
meccsen az jött le, hogy felszabadultan úgy játszunk, hogy gyerekek, mi ezt meg tudjuk itt mutatni, tehát ez meg, bennünk van ez, menni fog ez, és megvan a kellő önbizalom, remélhet, hát majd lehet, hogy majd eljön az az idő, amikor majd ezt az önbizalmat kell valamilyen szinten hát úgymond visszafogni, hogy ne csorduljon túl, de ez még azt gondolom, hogy abszolút nem az volt. Mindenki az eszénél volt 40 percen keresztül, úgyhogy hát tényleg megint csak jókat lehet mondani. Durázi gyakorlatilag hát itt azt lehet mondani, mint hogyha Tolbert lett volna fehérbe, vagy érted, tehát, hogy igen. Hát abszolút igen. Megoldotta. Nem is tudok. Jogóról megint itt is azt gondolom, hogy abszolút pozitívan kell nyilatkozni. Basics most azért éppen úgy gondolta, hogy akkor 17 gólpasszt ad. Ha valamiben nagyon bele akarok kötni, az akkor az, hogy még mindig, mintha egy kicsit egy-kettővel meccsenként egy-két triplába többet emelne rá, mint amennyit neki kellene, de hát aki 17 gólpasszokat adogat, azt arra inkább nem mondjunk semmi rosszat. Kristóf megint ott van, hogy ugye szezon eleje jól sikerült neki, utána volt egy nem is akármilyen hullámvölgye. Komoly mélypontja, de most... És most, amit művel, az meg még jobb, mint a szezon eleje. Igen. Úgyhogy, hát ha itt beválna az új centerünk, meg visszajön Torbert, itt konkrétan harcok lesznek a játékpercekért. Meg hogyha persze, hát igen, hogyha végre elkerülnek minket a mindenfajta nyavaják. Lehet, hogy a vírusok majd elintézik a rotációt. Igen, hát meg a sérülés, nehogy Isten, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon rendben van ez. És hát nyilvánvalóan ez amilyen szoros a tabella, az, hogyha 4-1-nyen Zsinórban, az óriási különbség, tehát a 7-10-ből lett egy 11-10, és már is azt lehet nézegetni, hogy akkor itt hogyan van itt a, hát a, ha nem is az élmezőnyben, de a tabella első felében a helyzet. Igen, 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 a kosárlabda tabella alapján ez konkrétan jelenleg a harmadik helyet jelenti, ugye, mert tegnap a Sopron volt szíves megverni a Deacot, ezáltal most van 4 darab 11-10-es csapat. Igazából ebből talán egy picit csak ugye annyira nem meglepő az egész szezon alapján, de azért mindig fura kicsit, hogy az olaj is közte van, szerintem, mert ugye azért nem ez volt a várakozás. Az biztos, hogy látványos, az biztos, hogy rendkívül érdekes és rendkívül fontos, ha nem is a legfontosabb, de rendkívül jelentős győzelemnek tartom ezt a Szegedit is. Én, amit már mondtam azért, hogy még egyszer meg tudtuk csinálni, azt, amit már Egerszegen megcsináltunk. Még így egy kicsi rossz májussággal oda szúrnám azért, hogy legközelebb azért figyeljünk arra, hogy a félpályánál dobó játékosra nem feltétlenül kell már ráugrani, ugye amikor dobja a fél idő végén azt a labdát a gyűrű fele, ugye ez azért ez egy érdekes epizódja volt a mérkőzésnek. Igen, igen, aztán utána a harmadik negyed végén meg egy ilyen sarokba becsapdázásnál sikerült egy felesleges faltot beütni, úgyhogy ott is azt hiszem abból lett két büntető. Hát ez van, igazság szerint a negyed, azt meg nem hagytuk el, az egyik adásban már elmondtam, amikor ilyen 5 másodperc van, akkor adjuk oda Morgannek, aki elfut jobb irányba, és akkor nem is 45 fokból, kicsit talán annál is többből rádobja a lendületből a triplát, hogy ez egy ilyen, látszik, hogy ez egy ilyen bevett formula, hogy akkor ezen a negyed vége, de szerintem még egyszer nem dobta be. Úgyhogy arra is lehet, hogy valami mást nekünk ki kellene találnunk, hogy ezek a negyed végék ezzel valóban oda-vissza, mint hogyha lennének gondjaink. Hát simuljon ki ez is,
Ha még ez is rendben lesz, akkor húha. Nem is gondolnám. Még egy dolgot felejtettem el említeni, de ezt még mindenképp megteszem, mielőtt befejezzük a mai részt, hogy én mindig is szerettem a zóna védekezést. Mármint magam is csinálni, mert ugye bár elvileg abban is ugyanannyit kell futkozni, mint a emberfogásnál, de ez nem igaz. És itt ezzel a kis, vagy az alacsony szerkezettel mind az ette, mind ezen a meccsen egy elég komoly, jó pár perc hosszúságú periódust tudtunk elérni úgy, hogy az ellenfél nem nagyon dobott kosarat. És szerintem ez is egy tényezője volt ezeknek a győzelmeknek. Igen, én szerintem egyébként már egy olyan meccsen, ami azért egyébként összességében nem túl szép emlékű, Oroszlányban is voltak olyan percek, amikor látszott, hogy a komoly zavar tudunk okozni a zónánkkal. Szerintem abszolút, abszolút van létjogosultsága a zónának. Az, hogy mindig a második fél időben húzzuk csak elő, ez nyilvánvalóan nem véletlen. Ennek a miértjét azt mondjuk, nem tudom, lehet, hogy ez majd változni fog, nem tudom, hát most lesz idő. Szerintem lesz idő, igen. Hogy esetleg az, hogy nyilvánvalóan csak pár percre, de hogy esetleg már az első fél időben ezt behúzni. Én megmondom őszintén, hogy ha lesz centerünk, aki használható, és esetleg mondjuk a zónát is érti, én még egy olyat is megnéznék, hogy Tolbert elő van a zónában. Hogy a farkas. Nem tudom. Igen. Tehát én azt nem tartanám egyébként. Tehát, hogy én megnéznék egy ilyet, tehát nem tudom, hogy erre van-e idő, vagy egyáltalán ez olyan dolog-e, amire érdemes egyáltalán csak megpróbálni. Úgyhogy hát igen, de most nyilván az ember így, hogy jönnek a győzelmek, meg jó átigazolási hírek vannak, ilyenkor az ember azért beindul a fantáziája, hogy igen. Mi minden lehet, működhet hogy, még itt. Lehet, hogy magunkat kell, nem a csapatot kell lekorlátozni. Igen, hát nyilván persze. A túlzottan könnyed vállalásokban, nem saját magunkat, mert most tényleg egész, hogy mondjam, ahogy az irányító nélküliség és az irányítóság között óriási a kontraszt, azért a mi hangulatunkban is eléggé komoly a kontraszt, ugye? Így az utóbbi négy meccs alapján. Úgyhogy igen, úgy várjuk a válogatott szünetet, hogy 11-10, a 7-10 után egészen hullámos utas ez a szezon is. Ugye március 2-án lesz legközelebb mérkőzés, ami egy kicsit odébb van. Az oroszlány fog jönni, akik nem tudom, hogy addig lépnek-e még bármit, mert ugye ők is a vonal alatt állnak a 4-8 győzelmes csapat között. Illetve ugye utána Kecskemétre megyünk. Tehát a 8, és elvileg jelenleg ugye a táblázat utolsó helyen találjuk a Kecskemét. Én nem mondanám azt, hogy ez már csak így a szezon előzményei alapján is, hogy ez tuti mindkettő, csak a matek alapján tuti ez is mindkettő. Viszont ha meg lenne, a 13-10-zel azért már csodálkoznék, hogyha nem a felsőházban, vagy nyilván a playoff akkor szerintem már elég komoly esélye megvan, de csodálkoznék, ha nem lennék felsőházasok. Na most kéne lekontrollálnom magam. Igen, én azt gondolom, hogy ez az 5 meccs, ami hátra van, abban az egy, amit már többször mondtam, azt felejtsünk el, az a Falco ellen idegenben, mert sajnos nekünk van olyan pekünk, hogy a bajnokság kiemelkedő csapata az pont az, aki minket komolyan fog venni, akkor is, hogyha egyébként lehet, hogy más nem. De azon kívül a másik 4 meccs, az annak egyértelműen, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint úgy kell nekiállni, hogy meg kell próbálni megnyerni. Ugye beszéltél a Szolnokról,
kifejezetten rossz a védekezésük. Szerintem ott azért a csapat morállal is lehet nagy probléma. Nagy a feszkó, igen. Mutogatások, ott, meg minden, szóval... Igen, tehát ott, hogy ott, persze még ugye jövő péntekig van átigazolási határidő, de nem tudom, hogy a jelenlegi olajbányász a jelenlegi körmendet nem veri meg, ebbe szinte teljesen biztos vagyok. És ugye jó lenne, hogyha mondjuk 6-tal többel vennénk őket. A Kecskeméten ugye 5 millió éve nem nyertünk, úgyhogy akkor annak pont most az ideje, hogy Ivković visszatért oda, tehát ez szerintem ez egy tökéletes időzítés lenne. Az oroszlány az igaz, hogy ugye ott van hátul 8 győzelemmel, de ugye az utóbbi 4 meccsen 3-1 a mérlegük, és hát nyilvánvalóan hát elsődlegesen menekülnek a kiesés elől, másodlagosan még egyáltalán nem kell feladniuk nekik se a 8-ba jutást. Úgyhogy azért hát igen, az is egy olyan meccs, hogy hát csak is úgy lehet meg, hogy koncentrálunk kellőképpen. Az utolsó fordulón megyünk Pécsre, arról van egy olyan kellemetlen emlék, hogy anno 2005-ben, ha minden igaz, ott volt az alapszakasz utolsó meccse Pécsen, és kikaptunk, és azzal nem jutottunk be 1000 év után a 8 közé. Azért, aki ott volt, körben szurkó vannak, azért... Ez az Unigás vagy a Banks-es társaság volt? 2005-ben. Ez a minden igaz, az Unigás. A Banks-es az 2009 volt. Jaj, most így írtam, mert azért hál' Isten nem túl sok... Ez a Quadri volt az irányító, ha minden igaz, hogy nem tudom, hogy... És hát az Unigás, nem is tudom, hogy a szezon végén is itt volt még, nem tudom, mert ott is ugye, a légiós vándorlás az ott akkor is volt, aztán bőven, csak hát nem túl magas színvonalon. Na mindegy, úgyhogy remélem, hogy nem kerülünk abba a helyzetbe, hogy mondjuk a 8 közé jutás ott az utolsó fordulóban múljon, de ha mégis, igen, akkor azért jó lenne most ezúttal nyerni. Úgyhogy én bízom, én nem tartom kizártnak azt, hogy csinálunk egy 4-1-et, hát bízunk ebben, hát miért ne, de ha az nem is jön össze, a 3-2 az szerintem reális lehet, és 14-12-vel nem csak az első 8, hanem az első 6. Uh-huh. Igen. Az gyakorlatilag biztos, tehát a többiek nem tudják egyszerűen azt kihozni, hogy minket akkor megelőzzenek. Az rossz itt a harmadik, hatodik helyzet között, ahogy ugye mondtad, hogy 4 csapat van 11-10-zel, hogy mi ugye a Deactól oda-vissza kikaptunk, tehát itt egy 3-4 fős Mili tabella esetén, hogyha ugyanúgy végzünk, mint a Debrecen, akkor ott uh-huh. helyekkel, akár több helyjel hátré fogunk kerülni emiatt. Hát ne legyen így, meglátjuk, de hát most ugye azért nyilván sok múlik az új centeren is, reméljük a legjobbakat. Így van, amit majd nyilván akkor is meg fogunk beszélni. Én egészen extatikusan kíváncsi vagyok, hogy mi fog még történni, és reméljük a pozitív fajtában fognak történni. Van-e még valamit? Hát igazából csak annyi, hogy itt azért felmerül a gyanú, főleg így, hogy jövőre egy régióssal kevesebb lehet, hogy itt azért már mozgolódnak a csapatok a következő szezonra, már ami a magyar játékosokat illeti. Uh-huh. Lehet, hogy pár valahol a régiósok kapcsán is, főleg, hogyha olyan régiósról van szó, aki éppen aktuálisan nálad játszik, és szeretnéd, hogy a következő évben is nálad legyen. De magyar játékosoknál szerintem azért már mennek a telefonok esetleg, hogy te hogy érzed magad ott, ahol most vagy, uh-huh, ilyen uh-huh. típusú. És nagyon bízom benne, hogy azért mi is valamilyen szinten ebben már benne vagyunk, és igyekszünk a lehető leghamarabb és a lehető
legjobban alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ugye nem lesz már a U23-as szabály, illetve hogy egyre kevesebb régiós, mert hát itt azért egy-két magyar játékosnak a fizetése az egész biztos, hogy emelkedni fog. Az ember azt mondaná, hogy irreális mértékben, de az nem irreális mérték, amit valaki megfizet, mert akkor igen. Ugye? Tehát annyi, igen, amennyit annak érte, hogy jó lenne, ha minél hamarabb eljutna oda a klub, hogy milyen stratégiát követ abban, hogy mondjuk másod vagy harmad vonalas magyarnak akkor is kifizetünk valamennyit, mert hogy úgymond kényszerhelyzet, vagy egy szűkebb keret úgy, hogy akkor azt a pénzt inkább arra fordítsuk, hogy az a négy légiós mindegyike az, vagy ha nem is mindegyike, de amikor a négyből három az viszont mondjuk nagyobb fizetést kapja, mint amit az idejek kaptak, és akkor abban bízunk, hogy akkor jövőre nem az lesz, hogy jön a jelentés, hogy ki játszik, meg ki nem. Tehát, hogy valami ilyesmiben reménykedem, hogy ez azért már minimum ott van a fejekben, de abban is reménykedek, hogy már valamilyen szinten, ez már tettekben is megmutatkozik, hogy a jövő év csapatát hát tervezzük, építjük, stb. Ugye Fepunak azért volt egyszer-kétszer olyan megjegyzése, hogy ő azért 100%-ig nem mondta, hogy az utolsó szezonja. Nyilvánvalóan nem így lékcsesztetni a csapatkapitányt, már elnézés, de azért nyilvánvalóan a klubnak az is jó lenne, ha igen, ez az info meg lenne. Igen. Ez az info meg bármennyire lenne. Bármennyire fájdalmas, vagy nem fájdalmas, de... Igen, igen, mert attól annyira nem tartok, hogy Fepu bejelenteni, nem tudom, júniusban, hogy eligazol Sopronba, tehát attól annyira nem tartok. Tehát ott igazából nála az a kérdés, hogy akkor most még egy évet játszik-e, vagy nem. Az, hogy hol az, szerintem az nála nem nagyon kérdés. Úgyhogy... Hogy csak ennyi lett volna itt a végén a megjegyzésem, hogy szerintem azért ezért most itt a válogatott szünetben azért ilyen típusú dolgok azért a több csapatnál megindulnak, és remélem, hogy mi is köztük vagyunk. Aztán az más kérdés, hogy bejelentés ebből nem lesz, hogyha esetleg igazolunk valakit, majd azt úgyis a bajnokság után fogjuk megtudni. Nem is mi vagyunk a lényegek, a szurkolók, hanem az, hogy mi erről egyből tudjunk, nem ez a lényeg, hanem az, hogy rajta legyünk már azon, amin rajta kell lenni. Így van, meglátjuk, hogy lesz, vissza fogunk térni mindenféleképpen a válogatott szünet után, meg még egy-két más dologgal is készülünk. Addig is köszönjük a figyelmeteket, kövessetek Facebookon, YouTube-on, illetve a podcast felületeken. Gyógyulást a sérülteknek, betegeknek, nagyon szép négy meccs volt ez az utóbbi négy meccs, úgyhogy köszönjük az élményeket. Sziasztok, hajrá MTL! Sziasztok, addig is azért szurkoljatok a válogatottnak, jó lenne legalább egy kéne meccset behúzni is ebben az ablakban. MTL!